Édesanyám szeretete, empátiája mai napig visszaköszön. A három fiúgyerek nem tudta eldönteni soha, hogy kit szeretett jobban édesanyánk, mert a nősülő fiúval a lányokról beszélt. A papnak készülő fiával a szent dolgokról. Velem, mint legkisebben, én 7-8 éve voltam fiatalabb, meg a napi, mondhatnám azt is, butaságokról, és hallatlan, nagy biztonságot adott számunkra ő az életben. Egy történet még talán, a Dinnyi és Tóth története, hiszen nagy dolog volt akkor, hogy ott csak egy helyen volt Dinnye, és hát a többi tanyai gyerekek mondták, én már 3 dinnyét loptam, én már 5 dinnyét loptam, én meg még egyet, hát szégyeltem, mondom, hát ez nem lehetséges, hogy én még nem loptam. Következett egy nyári délután, délelőtt eső, délben napsütés, elővettem a kis bicskát, szépen keresztül mentem a gyöpes részeken, aztán egy kukoricán kellett keresztül menni, és ott volt a Dinnyi és Tóth dinnyéje, hatalmas dinnyék, én legalább egy 10 kilós levettem, tök volt, összedaraboltam, és hát hazamentem, és mondtam, hogy egy. Büszke voltam rettenetesen magamra. Csak délután olyan 5 óra felé jött a zavaró tényező, Dinnyi és Tóth egyenesen jött hozzánk. Soha nem felejtem el, ugye az udvaron volt egy eperfa, az volt a fogadószoba, ház sarkára, hogy jól lehetett hallani dolgokat, és mondja édesanyámnak, köszöntik egymást szokásos módon, hogy a maga kisfia, a Gyula lopott egy nagy dinnyét tőlem. És anyámnak most is látom az arcát, a Gyula az én kisfiam. Igen, igen. Hát hogy, honnan gondolja ezt Tóth úr? Mert a kis lábanyomak mentek oda a kukoricáson, ahol délelőtt esett az eső és a nyom, és visszafelé is. Hát szólt anyám, kérdezte, hogy igaz, mondom, igaz. És hát akkor elmondták, hogy nem szabad lopni, tudod kisfiam, így tanítottalak, kérj, akkor jobbat adunk, nem fog tönkre menni, és így tovább. No, ezt letisztáztuk teljességgel, elment a Tóth úr, jött édesanyám, szeretettel, nyugalommal, kedvességgel, fiam, mi történt? Hát mondtam, anyuka, loptam. És mi a lopás? Bűn. És aki bűnt követel, mi történik? Büntetés kap. És én most akkor mit kapok büntetést? Vagy mi lesz most? Anyuka megver. És édesanyám megvert annak rendje módja szerint, mert ez volt a büntetés. De nem haraggal, hanem egy életre belém ívódott tulajdonképpen a bűnnek és a büntetésnek a fogalma, és sok esetet tudnék elmesélni, amikor, ha valamit akartam, ez köszöntött, vagy egy köszönt bennem vissza, és hát természetesen ez az ember számára egy biztonságot adott. Közben édesanyám megbetegedett. 2,5 éven keresztül rákos volt. Hát mondták neki, hogy ne idegeskedjen, hát hogy lehet életmódot változtatni, ha a végrehajtók mindig ott vannak. Még én is már megismertem a végrehajtóknak, még a lovuknak a fejét, fejállását is, és soha nem felejtem el, volt egy kis nyári konyha, akkor a 3 gyerek volt már otthon, akkor édesanyánk meghalt, apukánk börtönben volt, és kijöttek a végrehajtók, egyik az asztal alá ment, másik az ablak alá, én az ajtó alatt voltam, ott volt egy kis ablak, azon keresztül ordítoztak. Tudjuk, hogy itthon vagytok, engedjetek be? Hát betörni nem merték. No, hát mindegy. Édesanyánk 1955. június 15-én meghalt rákban, és hát a nyarat a 3 fiú együtt töltötte, és 1951. augusztus 31-én megkötöttük a vérszerződést, nevezetesen azt, hogy mi hároman egymást soha nem hagyjuk cserben.
és ez így is volt.